reggelt. Most egy bentről induló roomtort fogunk csinálni, és megmutatom az egyik kedvenc hotelemet, ami Londonban van. Az Influencer Fesztiválnak köszönhetően jöttem ki a Vidconra. Az a vlog már lement, és most megmutatunk egy olyat, ami hogy milyen durván jó a hotel. Annyit tudnék mondani, hogyha én egy hotel lennék, szerintem kb. Ez lennék. Gyertek, nézzük meg, most a reggeltől indulunk. Feküdtem, és az a nagyon poén, hogy ez egész egy ágy, van egy baromi jó kilátásod, és minden ilyen digitális. Például mindent csak ezzel az iPad-del lehet irányítani. Van néhány amúgy, de ezzel figyeljetek, le lehet hozni, ha akar. És ami poén, a legjobb amúgy a fürdő, vagy az egyik legjobb, ugyanis bent, ahogy van, hogy az egész kiírás, és nézzétek meg, hogy milyen jó kis apró kiírások vannak, és itt a színeket lehet változtatni. Tehát a szín, amit te beállítasz az iPad-en, és amikor kimész, ez is milyen apróság, hogy annyi van ide írva, hogy Save the Planet, és ezzel mindent lekapcsolsz. Viszont ami még nagyon poén, az a egész hotel dizájnja, van egy rooftop bar, illetve a reggel is nagyon jó. Menjünk, nézzük meg azt. Ez a recepció, és az egész olyan, mint egy nappali. Cool az egész. Nézzétek, hogy milyen jó fej dolgok vannak, hogy mindjárt csinálok is ezekről egy... Csinálok el egy bírót, meg a reggeliről is, és utána mesélek. Része egyszerűen feltölt, inspirál. Mostanában nem alszom olyan jól, sőt nagyon durva, hogy elég régóta ilyen 3-4 órákat alszom, és mondjuk az a mély alvás, és nyilván utána jön még 3-4 óra, milyen felületi alvás, de ugye mert nincs olyan energia, meg kell keresni azt, hogy hol találjuk meg az energiánkat, és érdekes, hogy a környezetünk, amikor olyan környezetben vagyunk, engem nagyon fel tud tölteni. Egy beszélgetés, egy helyszín, most ugye, ha néztétek a 2 ezelőtti vlogot, vagy 3, majd kiderül, hogy ezt mikor rakom ki, ami az olvasásról szól, és Szabadoságival vettem fel. Nekem most nagyon-nagyon jól jött, és teljesen jó az, remélem hallotok, bocsánat a háttérzajért, tehát nagyon jól jön az olvasás is, és meg tud teremteni bárhol, most is itt van velem a könyv. De mivel háttérzaj van, lehet, hogy nem is innen folytatom, hanem figyeljetek, mutatok még egy nagyon jó helyet, és ott még ez az energia feltöltődésről mondok pár szót, menjünk át. Szóval az energia. Az energia, amúgy itt most a külső részen vagyok, és nagyon jó, hogy már, igaz, még február van, de lehet ez már márciusba kerül ki, de hogy jó az idő, és tényleg egy ilyen kisebb, nem tudom mi ez rajta, írjátok meg, mert nem teszem be a neve, hogy ebben így ki lehet jönni, és megint a feltöltődés, és ha megnézitek körülöttem, hogy milyen jól néz ki ez az egész, jól érzem magam, és hogy ezt hogy tudjátok ti is megcsinálni, hogy gondoljatok be, hogy mikor van az, hogy valahol sétáltok, vagytok, vagy valamit csináltok, és hogyha még rossz is a kedvetek, abban a pillanatban így annyit mondtok, hogy ez jó, ez most jó, és ezeket triggereljétek, olyan, mint a Pavlov kutyája, tudod, amikor csengetünk, akkor már csorog a nyál a kutyának, mert tudja, hogy akkor fog kapni enni, és keressük meg ezeket, és akkor nem tudunk lent maradni. Erre van egy ilyen nagyon érdekes tanulmány, amit meg a következő helyszín fog elmondani. Jó, ez a átmenetnek olyan lusta a vágásra, amikor az ember itt csinál, de olyan könnyű, úgyhogy ezt nézzétek, hol vagyunk, de előtte, amiről szerettem volna mesélni, az energia, és az, hogy amit meg tud csinálni, hogyha mindig jókedvű szeretnél, hogy kezdj el mosolyogni, kezdj el röhögni, és hogyha több percen át, akkor is, hogyha szar a kedved, így mosolyogsz, egyszerűen valahogy a tested, nem tudom, hogy mi a fene alakul, de jókedved lesz. Na nézzük meg, hogy milyen a dizájn, minden imádom, pár kép amúgy Instagramra is felment, lehet, hogy most nagy az echo, úgyhogy közel megyek és megmutatom nektek.
Illetve, na itt van mögöttem, itt pózerkedünk fiatal Elizabeth Erzsébet királynővel, és most, amit megmutatok, ezt figyeljetek B-rollban. Mennyire kemény, hogy ilyen 360 kilátás van, ez a Tower Bridge-nél van Londonban. A rooftopra bárki feljöhet egy nagyon hangulatos koktélbár naplementébe vagy nappal is. Látjátok, most itt én rosszul fogok látszani, de itt, mert ugye szemben nap van, de itt van a Tower maga, amit meg lehet nézni, tök jó. Ott látjátok a Tower Bridge-et, és valahol ott van fent a Shard, a nem szikla, írjátok be kell, hogy mi magyarul elfejtettem, és hát a nagyon furcsa alakú tipikus londoni jellegzetesek, és ezeket mind láthatjátok innen. Csak ajánlani tudom, ha van lehetőségetek. Tényleg lehetek itt, semmi szponzoráció nincs, és az, hogy most ide feljöhettem, az is képzeljétek el, olyan volt, hogy csak így kinyitották miattam az egészet, hogy 5-10 percet itt legyünk, tehát annyira jó felk és segítőkészek, de a rooftopot, ha nem is itt laktok, megnézhetitek, szóval azt ajánlom. Ha most találkoztunk először, akkor kérlek, ne felejtsetek el feliratkozni, ha tetszett a videó, ha nem tetszett, csináltok, amit szeretnétek, már megszoktam. De ha feliratkoztok, akkor a csengőgombot is nyomjátok be, de aztán meg át Instagramra, kövessetek be, mert pont innen is Londonból tolok képeket, meg idézeteket, úgyhogy remélem, hogy még találkozunk. Köszönöm, hogy néztetek, sziasztok!